animáció szakon mindenki arra gondol, hogy most mi hoztunk egy jó kis animációt, ahol mesefigurák fognak rohangálni. Nem ez fog történni. Hanem, tudom, illúzió rombolók vagyunk, ez egy épülőben lévő projekt, ami az egyik óránkra, a főtantárgyunkra készült, az animátori ismeretekre, amit Gauder Áron és M. Tóth Éva tart nekünk. Alap koncepció igazából az volt, hogy egy pályázati munkát készítsünk el, és lehetett választani, hogy mi most a rövid animációs filmet tervezünk, mint például egy sorozat, vagy elindítjuk a mi ötletünket egy teljesen másfajta irányba. Hát mi a másfajta irány felé tagolódtunk, mert kitaláltuk, hogy egy internetes alkalmazást fogunk valamilyen módon kivitelezni, ami hát interaktív, tehát pörög-forog, és amikor rákattint, az akkor esetleg történik animáció. A lényege az az, hogy kitaláltunk egy teljesen fiktív mesebirodalmat, ami minden egyes mesének, amit ismerünk jóformán, az ellentétje, vagy valamilyen módon ki van fordítva. És ennek a működési elve, ugye, hát maga a világ, ugye már, hogy ilyen fura, ezáltal magát a hátteret kell igazából megalkotni. Tehát mindent ismernünk kell, minden lényt, minden szörnyt, ami létezik a világban, és például ugye szembe találjuk magunkat a tó szörnyével, aki a Loch Ness-i szörny és az összes tóban lakozó furcsa lénynek a ősapja lehetne. És hát a világot kell először ismernünk. Ezáltal mi mostan bemutatjuk a projektnek az alapjait. Ez ugye iPadra, iPhone-ra, Androidra, mindenfajta akármilyen technikai alkalmazásra készülő játék tehát. Korosztályunk az, hát olvasni tudó gyerekektől egészen a 99 éves öreg emberekig terjed, és játékokkal, fejtörőkkel lenne ellátva ez az alkalmazás. Akkor hát beszéljünk arról, hogy a rejtvények azok készülő félben vannak, mert pont ezért, hogy a világot alkottuk meg először, ezért a maga a rejtvény részét azt is kétfele bontottuk, tehát mivel a gyerekeknek szólna, ezáltal ugye különböző nehézségi szinteken lehet elindulni. Tehát van háromfajta lehetőségünk, a turista útvonal, ami a legkönnyebb, az arany középút, ami hát már kicsit nehezebb, összetettebb feladatokkal foglalkozna, tehát például jóformán kódtörés szinten működnének itt a feladatok, és a legnehezebb az a hadak útja, amit hát a legbevállalósabb emberek tudnák megcsinálni igazából. Az alkalmazás lezárása képpen pedig minden egyes kis szörnyhöz és emberhez, ami a világban létezik, esetleg egy történetet tudnának ugye kapni azok, akik sikerült megoldani egy-egy rejtvényt, és egy animációs filmet kaphatnának, egy kifordított mesét. A hét főbűn sárkány, ami pedig ott lent látható, ő egy elszólásból, egy félrehallásból született, és hát a hét feje az a hét főbűn testesíti meg valószínűleg. Akkor magára a játék térképről szóljon pedig Csilla, mert a ő térkép tervét lássuk igazából. Ennek a játéknak a térképe, és ő például rajta szerepel több szereplő, aki így megjelenik ebbe a történetbe, és ő különböző helyszíneken játszódna, mint például ez a várkastély, vagy a banyató, vagy a citromliget, és akkor ezek közül lehetne helyszínt választani, mielőtt elindul az ember ezen a játékon. És itt a térképet is, csak közbeszólok, hogy úgy kell ugye elképzelni, hogy nem tudom, hogy ki mennyire látta a Harry Potter filmekben a tekergők térképét. Tehát azon az elven működne maga a honlap is. Tehát terveink vannak, és ez egy épülőfélben lévő program, ugye? Aha. És akkor itt vannak például a helyszínek, tehát többféle helyszínt találtunk ki ehhez a játékhoz. Ezek közül láthatunk itt néhányat. És van még. Aztán a helyszíneken kívül például a karakterek is itt vannak. Közülük nagyon sok olyan van, akiket ugye így ebből a kifordított világból próbáltunk kihozni. Tehát aki normál esetben mondjuk bátornak tűnne, az nálunk inkább gyáva, vagy aki ártatlannak tűnne, ő pedig inkább ijesztőbb. És mi is van még itt? Hát ebből kifolyólag ugye akkor, hát mondjuk el bővebben a karaktereket, mert akkor mégiscsak azzal a meséket tudunk ugye előállítani.
aki nálunk a jó tündér szerepét magára vállalta, mint történet, ez a Szemele nevezetű karakter, akinek mindenhol szem van jóformán az egész testén, kivéve a szárnyain. Őnek a kitalálása ahhoz kötődik igazából, hogy nincsenek jó tündérek ebben a világban. Emberek és szörnyek teljes harmóniában, vagy éppen egymást öldökölve töltik minden napjaikat, és Szemele viszont ő az a jótéti lélek, aki megpróbálna segíteni az embereken, vagy éppen a szörnyeken, ha bajba kerülnek, csak hát szegény annyira kétbalkezes, hogy a sok szeme miatt túl sok mindent lát talán. És emiatt eléggé, hát nem az a talpra esett fajta. És hát erre történt ugye többfajta megközelítés. A legszélén láthatjuk Csillának a verzióját Szemeléből, ahol tényleg az egész testét szemek borítják. A középső az már kicsit egy rajzfilmesebb karakter, és hát a legutolsó az pedig ebből a sziluettes szériából származik. És hát ebből is látható, hogy igazából ezek a karakterek még fejlesztés alatt állnak, mert nem egyeztünk meg igazából egyfajta végső rajzolói vagy alkotói stílusban. És ez a utána lévő karakterből is úgymond látható, amik csillagkreálmányai. Igen, igen. És ő nekik nagyon régre nyúlik vissza a története. Tehát ő gyakorlatilag így 5 éves koromban rajzolgattam össze-vissza mindenféle karaktereket, és közé tartozott például a Fíz nevű karakter, aki egy hosszú fülű, rugólábú figura, valamint a másik a Lűbambó, aki pedig egy derékszögű háromszög formájú szörny, és ő a háromszögletű erdőben élnek, és úgy kommunikálnak egymással, hogy a háromszög formákból különböző alakokat kreálnak magukból, és úgy értetik meg a mondandójukat a többiekkel. Úgyhogy ők még például a sok-sok karakter közül egy-egy illető. Igen. Tehát például olyan szörnyekkel is találkozhatunk, amiket abszolút még életünkben nem hallottak róla. Tehát például a Lűbambót ugye ki tudja, hogy mikor találtuk ki. Igen. És hát igen, Csilla gyerekkori rajza, ahol a gyönyörű barna Lűbambó kergetik a kék fízeket, mert ez volt a alapvető színkoordinációjuk. És hát akkor még beszéljünk a harmadik emberről, aki sajnos nem tudott eljönni, ő Kivés Enikő. És ő neki például ezek a csodálatos, mindent halló citrommanói azok, akik a Citromligetben élnek. És az ő feladatuk az, hogy a titkokat meghallja. Tehát mi olyan dolgokkal is foglalkozunk például, hogy a szörnyeknek miféle haszna lehet, úgymond. Tehát például a Szemele az, aki mindent lát, a citrommanó akkor az, aki mindent hall. És ő nekik az a feladatuk, hogy le is van írva, hogy az összes titkot meghallják, mert hogyha nem, akkor ezek elárasztanák a világot. És ebbe azért gondoljunk bele, hogyha a mindennapjainkat úgy élnénk, hogy mindenről tudnánk, azért elég nehéz lenne. És hát még annyit tudunk esetleg összefoglalásnak mondani az egész projektről, hogy ezek az épülőfélben lévő karaktereknek különböző tanulságai ugye automatikusan, hát egyértelmű, hogyha egy mese van, akkor valamilyen tanulsága az biztos, hogy lesz a mesének. És annak ellenére, hogy animáció és mesék, azért ne olyanokra gondoljunk, hogy minden egyes mesénknek boldog vége van. Például az a karakterünk, aki talán a legösszetettebb, a legfurcsább, az ugye a kislány, aki a legaranyosabb kislány az egész birodalomban, viszont ő a legnagyobb szörny. Ez hát nem egy hú, de nagyon nagy csavar, de hogy miképpen szörny, azt igazából nem áruljuk el. És mivel hogy arra is gondoltunk, hogy internetes felhasználás, és hát valószínű, hogy szponzorokra is van szükség, hogyha esetleg valamikor megalakul ez a fajta honlap és ez a játék felhasználás, hogy megalkottuk az ábrászeteknek a faját, akik élő hirdető oszlopok, és ebben a világban úgy működnek, mint a buszok, vagy éppen mint a hirdető táblák, mint lássuk például ez a Coca-Colát reklámozza a hátán. És még esetleg a világról, hogyha még visszatérünk rá. Tehát, hogy azt a kifordítottságot még jobban hát hangsúlyozzuk. Nem fogom felsorolni az összeset, aki szeretné ugye mostan elolvassa mellette. A kitaláláshoz igazából az tartozik, hogy amikor mesékre gondol az ember, akkor például te minden egyes archetípust felhasználva fog látni. Tehát a banyató, a hegyek és mindennek van valamilyen szerepe.
Tehát a mi feladatunk és az animáció az nem biztos, hogy csak arról szól, hogy mi mostan nekiállunk és meséket rajzolunk, hanem például ilyen interaktív felületeket tervezünk, vagy esetleg teljesen új karaktereket és világokat alkotunk. Hát a miénk az ilyen rövidre sikeredett, mert hogy ilyen épülő félben lévő a dolog, de hát majd talán a végét még láthassátok élőben.